A fórum a helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben projekt szerves része. A fórumnak az a célja, hogy a projektben megvalósuló közösségi megmozdulásokról egyfelől tájékoztassa a résztvevőket, másfelől a résztvevők visszajelzéseket adhassanak ezeknek a projekteknek, vagy projektelemeknek az eredményességéről, mit, hogyan csinálnának másképp benne, mire lenne igény, mi az, amit új elemként beemelnének a projekt keretei között. Lényegében a közösség megszólítása annak közvetlen visszajelzésének formája. Hol tart most, milyen fázisban van a program? A program az utolsó előtti mérföldkövénél van. November végén zárjuk ezt a mérföldkövet, és jövő év júniusáig tart még a programunk. Mondhatni azt, hogy ebben az évben nagyon sok és nagyon tartalmas programot sikerült megvalósítani, köszönhetően annak, hogy sem a világjárvány, sem semmilyen más akadályozó tényezője nem volt a projektnek. Így nagyon sok közösségi, kisebb nagyobb közösségi programot tudtunk szervezni lenti városközpontban vagy a település részeken. Ugyanakkor még nagyon sok feladat van hátra a projektben, amihez nagyon is fontos, hogy most a résztvevők véleményt formáljanak arról, mert az utolsó fél év alapozza meg azt, hogy a projekt zárása után az itt elkezdett közösségi programok hogyan folytatódnak már a település közösségeinek önerejéből. A program révén mekkora összeget sikerült a közösségre fordítani? Ez a projekt közel 55 millió forintból gazdálkodott. Igaz, hogy ez 2018-ban elindult már egy hosszabb előkészítő folyamat során, de igazából a tényleges tevékenységek 2020 második felében indultak meg. 21 már nagy aktív volt ahhoz képest, hogy a világjárvány, illetve a különböző lezárások és közösségi megnyilvánulásoknak ugye a korlátozottsága ezt azért befolyásolta. 2022 tavaszától mondhatni azt, hogy abban az ütemben zajlik, ahogy eredetileg terveztük, és körülbelül ugyanazokat az eredményeket, közösségi részvételt hozza, ahogy eredetileg ezt a projektet megterveztük.